A megyei másodosztály keleti csoportjának legutóbbi bajnoka 2018-19-es szezonban a megyei első osztályban indul, ráadásul új néven. A csapat évek óta tartalékként szerepel a kiírásokban, önfenntartóan működtek az elmúlt 4 évben, és bár ez most sem változik, idén új támogatót is sikerült szerezniük. A Grassi pincészet mellett, illetve a klub támogatása mellett azért kellett még valaki, aki segít nekünk a terheket cipelni. A Berg System ügyvezetője Stefán István gyerekkori jó barátom, együtt is fociztunk, ő is itt nőtt fel az Egeresébe. Volt egy beszélgetésünk, és úgy gondolta, hogy tud nekünk segíteni. Vannak távozó és érkező játékosok is. Fodor Gergő az U19-es korosztályból csatlakozott a megyei első osztályú csapathoz. Ez a második hét még csak. Három edzésünk van. Most megint lesz egy edzőmeccsünk, készülünk ezerre. Aztán reméljük, minél jobban alakul majd a szezon. A játékosok célja a stabil szereplés és a biztos bennmaradás lesz. Mindenféleképp azt várnám a csapattól, hogy a fiatalok gond nélkül beilleszkedjenek. Mi öregek, idézőjebb öregek, ő belőlük merítünk erőt, úgyhogy nagyon remélem, nagyon sok tehetséges fiatal van, remélem, hogy meg fogják állni a megye egyes osztályban is a helyüket, úgyhogy mindenféleképp egy stabil bentmaradás várok a csapattól. A következő edzőmérkőzés most szombaton lesz 18 órától, a Felső Tárkány ellen a Felsővárosi Sporttelepen.